Jelenleg egy tesztüzemre kaptunk egy elektromos kukásautót, aminek azért is nagyon örülünk, mert a belváros az kifejezetten terhelt az autós forgalomtól, és emiatt nagyon sok smog, zaj és minden olyan kellemetlenség, ami ezzel jár, az nem csak a város lakóit, hanem az ideérkező turistákat is azasztóan zavarja. Az EGRI hulladékgazdálkodási non-profit Kft.-nél meghallgatva a városvezetők, illetve a lakosság igényeit, zöld technológiák iránt kutattunk, így találtunk rá erre a debreceni cégre, aki elektromos járművek fejlesztésével foglalkozik. Ez a jármű 70% üzemanyag megtakarítással jár, 100%-kal halkabb, illetve 0% légszennyezőanyag kibocsátással jár. Én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, nagyon örülök annak, hogy van módunk kipróbálni, hogy milyen lenne, ha a teljes flottánk, aki a város tisztaságáért dolgozik, ilyen járműveket használhatna. Ami rajtunk múlik, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város, mondjuk úgy, hogy klímáját, környezetét, egyáltalán a zöld politikát, azt ilyen módon is kifejezésre juttassuk, hogy amit csak lehet, elektromosként használunk. Járművekkel való tapasztalataink jók, a kollégáim visszajelzései 100%-ban pozitívak, ugyanakkor a cégünk számára jelentős üzemanyag megtakarítást jelent ennek a járműnek a használata. A környezetvédelem akkor ér valamit, ha nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is érte. Az, ami most itt mögöttem látható, az egyértelmű bizonyítéka ennek. Egervárosa nagyon örül ennek a tesztelési lehetőségnek, de mivel számunkra a környezetvédelem és a zöld politika kiemelten fontos, én nagyon bízom benne, hogy ami ma még csak teszt lehetőség, az a jövőben már állandó, megfogható, mindenki számára látható és érezhető valós politika és munka lesz.